Március 16-án állította le a kormány az autós iskolák képzéseit a koronavírus terjedése miatt. Onnantól több mint egy hónapon keresztül legfeljebb interneten taníthattak elméletet az oktatók. Az annyit jelenti, hogy gyakorlati oktatás elméleti képzés teljes mértékben szünetelt. A távoktatásban lehetőség volt arra, hogy a tanfolyamokat elvégezik a tanulók, és május 20-áig körülbelül ez az egész szünetelt. Mindenki otthon volt, oktatást nem engedélyezett, nem engedélyezték az oktatás, és 20-ától indult az egész újra. Az emiatt feltorlódott hallgatóikat csak nem régen kezdhették el felkészíteni a vizsgákra, új diákokat viszont ezért nem tudnak vállalni, így pénztől esnek el. Mindenhol rengeteg a munka, dolgozunk, igyekszünk rajta, de hát sajnos ugye fogunk visszatérni, ahol voltunk valószínűséggel. Mi a tavaly, múlt héttől kezdve már kértük a tanulóinkat, hogy maszkot mindenképpen használjanak, ez még nem volt kötelező. Szeptember 1-től kötelezővé tették a vizsgán úgy a tanulónak, vizsgabiztosnak, mint az oktatónak a maszknak a viselését, és hát sajnos arra számítunk, hogy előbb-utóbb ez vissza fog ütni, és megint meg kell, hogy majd állítsanak bennünket. Most újra belobbanni látszik a járvány. Gul Csaba, a turboautós iskola vezetője azt mondja, ha újra leállítja a kormány a képzéseket, munkahiány több autós iskola egyszerűen tönkre mehet. Annak idején bíztunk benne, ugyanúgy, mint a taxis, hogy kapunk mi is valami kedvezményt, az autós iskolák nem kaptak semmi kedvezményt. Mindenki azért próbál most dolgozni, amennyit lehet, hogy valamennyi tartalékot össze tudjon gyűjteni, és ezek a tartalékkal valahogyan ki. Húzzák. Az országban 4500 autós oktató dolgozik, még náluk is többen vannak, akik például vendéglátással keresik a kenyerüket. Csak az éttermek és a kocsmák bezárásakor összesen több mint 160 ezer hazai munkavállaló megélhetése került veszélybe az első hullám idején. Májusban a munkanélküliek átlagos létszáma az országban 215 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,7%-os volt. Ebben a hónapban 97 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Május volt az első teljes hónap, amikor már érezhetőek voltak a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek. Akkor az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 28 ezer fővel nőtt. A leépítések Tolna megyét sem kímélték, ezt mondja a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Ahol komoly gondot okozott, az a vendéglátás, turizmus, szolgáltatás, és kisebb mértékben az építőipar és az ipar. Azok közül, akik a járvány miatt veszítették el az állásukat, sokan már újra találtak munkát, ám a koronavírus okozta válság leküzdése még sokáig fog tartani. A megyei kereskedelmi és iparkamaránál pedig már a második hullámra való felkészülésen dolgoznak. Kérdőívet állítanak össze, amit a járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozásokhoz juttatnak el. Ez egy kérdőív lesz, ezt az összes érintett vállalkozónak ki fogjuk küldeni. Most készül meg, a jövő hétre kész lesz a kérdőív, valamennyi vállalkozót megkeresünk, és hát rövid időn belül várunk tőlük választ, és ennek megfelelően egyrészt megnézzük a megyei adatokat, másrészt az ennek a tanulságát tölködjük a Magyar Kereskedelmi Iparkamarának, hogy hát országosan is tudják ezt hasznosítani. Szeretnék tudni, hogy mi a legtöbb nálunk a vendéglátás turizmus területén, hogy hogyan állnak a vállalkozók, és milyen intézkedéseket várnak, hogy gyakorlatilag a nem csekély visszaesés megforduljon a következő időszakban. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara felmérése szeptember 2. hetén kezdődik, az eredményeket pedig továbbítják majd a kamara országos szervezetéhez, hogy azokról érdemi tárgyalások kezdődhessenek a kormánnyal.